Nem a rossz állapotú mentőautók, nem is a létszámhiány, de még csak nem is az alacsony fizetések jelentik a legnagyobb problémát az országos mentőszolgálatnál, hanem az általánosan jellemző morális válság, állítja a szervezet élére tavaly decemberben kinevezett főigazgató Máté Gábor. A tavalyi évben egy közel 11 milliárd forintos projektet jelentettek be, amely keretében 60 mentőállomás korszerűsítését és 22 új állomás létesítését tervezte az Országos Mentőszolgálat. A fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érintette. Új mentőállomást avattak Kölcsén, Tiszaadonyban pedig két új mentőgépkocsit adtak át. Ezzel a térségben számottevően nőtt a sürgősségi betegellátás biztonsága, korábban ugyanis előfordult, hogy egy-egy bejelentést követően olykor több mint 15-20 perc alatt érkeztek ki a mentők. A Kölcsei mentőállomás kialakítása több mint 105 millió forintba került, aminek köszönhetően 21 településen több mint 12.500 lakos ellátása javult, és tehermentesítette a területet addig ellátó Mátészalkai, Vásárosnöményi és Fehérgyarmati mentőállomásokat. Ezek mellett tavaly decemberben egy 33 millió forintos mentőautót kapott az Országos Mentőszolgálat a LEGO Kft-től Nyíregyházán. Köszöntöm a stúdióban dr. Pápai Györgyöt, az Országos Mentőszolgálat regionális orvosigazgatóját. Jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok! Ezek örömteli hírek, azért azt kell mondjam. 22 új mentőállomásból kettő itt a megyében született. Bizony, Tiszaadonyban és Kölcsén lett két új mentőállomásunk, és mindegyik állomáson két-két új autó, teljesen új eszközökkel felszerelve, új dolgozókat sikerült felvennünk az állomásokra, betöltöttük a létszámot, úgyhogy gyakorlatilag ezek az állomások most már 100%-ban futtatjuk a kocsijukat. Hány lakost érint ez a két új beruházás? Összességében számszerűen nem olyan nagy lélekszámot. 25-30 ezer ember talán, azt gondolom, hogyha más területekre, akár Vásárosnemény felé is el tudjuk mozdani az autókat, Fehérgyarmat felé is, de az, hogy a két településtől a határ felé eső területen eddig valóban nagyon hosszú idő telt el még egy mentőkért, az mindenképpen azt mutatja, hogy akárhányan is laknak ott, egy emberért is igazából mindenféle felhang nélkül azt kell mondanom, hogy valóban kell mennünk időn belül, 15 percen belül ott kell lennünk lehetőség szerint, akár 8 percen belül is, és ez a két új állomás ezt a két fehér foltot eltüntette, és valóban adottak a lehetőségek, hogy odaérjünk időnben. Kölcse településen úgy látjuk az elmúlt napokban, hetek statisztikáját, hogy ki is használjuk ezt a két autót, tehát nagyon sokat futnak sajnos. Van rá szükség, volt rá szükség eddig is, és mi sem mutatja jobban, hogy egyébként a tervezés kapcsán a legjobb helyre került ez a új mentőállomás. Tiszaadonyban is sokat forognak az autóink. Vannak már tavalyi adatok az igénybevételre vonatkozóan? Tehát, hogy hány riasztásuk volt a tavalyi évben? Megyei adatokat tudnék mondani. 77-78 ezer feladatot látunk el, kb. 2,5 millió kilométert tettek meg az autóink. 51 ilyen autónk van most már a megyében. Egy olyan 3-4%-os feladatszám emelkedést és egy 8-10%-os kilométer szám emelkedést látunk. Ez egyébként minden évben lévő emelkedést, egy tendenciát már azért évek óta mutat, hogy ez a szám ez emelkedik, és minden évben emelkedik. Egy korszerűsítés is történt a megyében? Igen, Batóránd házán, szintén az év végén fejeződött be és adtuk át a régi állomásunkat, ami elég egy rossz állomás volt, sikerült nagyon szépen felújítani. Azon túl egyébként éppen most Kisvárdán folyik állami forrásból felújítás, és több önkormányzati állomásunkon történik, ez Rakamazon például, hasonlóan felújítás zajlik ezekben a percekben, napokban gyakorlatilag. Nyírlugoson kaptunk arra pár éven belül akár egy ígéretet, hogy ott egy új mentőállomás sikerül majd építeni. Tehát hál' Istennek azért mozgódnak. Itt mindig is egyébként Szabolcs-megyére jellemző volt az önkormányzatoknak a aktivitása és a jó kapcsolata a mentőszolgálattal. Úgyhogy javítgatjuk, csinosítgatjuk a kis állomásainkat. Ez azt jelenti, hogy akár hátra is dőlhetünk, vagy van még azért mit tenni? Azt soha nem dőlhetünk hátra. Mindenképpen a célunk az tehát, hogy minél gyorsabban érjünk ki, minél többször érjünk oda időben, és nem csak itt a 15 percben, amit mindig ugye hallható volt, hanem akár jóval hamarabb, rövidebb időn belül is. A kiemelt kritikus állapotú betegekért tényleg akár 8-10 percen belül is ott kell lennünk, és ott szeretnénk lenni. Úgyhogy ennek a megoldása minél gyorsabb kivonulások, minél hamarabb helyszínre érkezéseken is kell javítanunk, és ezen vagyunk most.
Hogyan látja, mik azok a tényezők, amiken változtatni kellene ahhoz, hogy ez még magasabb színvonalú szolgáltatás lehessen? Hát azt gondolom, hogy a gépjárműveink pótlás az éppen most egyébként olyan stádiumban van, hogy 80 új mentőgépjármű gyártásáról indultak el a megállapodások, a szerződések, sőt az első az gyakorlatilag ezen a héten vagy jövő hét elején meg is érkezik Ibrányba, tehát 80 új mentőgépkocsi, több mint 2 milliárd forintos állami támogatásból kap a mentőszolgálat. Az első kontingens, tehát le is gurult már a futószalagról, és rövidesen meg is fognak érkezni, de az autók cseréje az a legfontosabb, azt gondolom, és végre indult egy olyan gondolkodás, hogy nem egyszerre veszünk 150 autót, hanem minden évben akkor 80-100 autó cseréjével ezt a 750-760 gépjárművet az országban szépen le tudjuk cserélni, és az átlag életkoruk nem 7-8-10 év lesz, hanem lehet, hogy egyszer majd 5-6 év lesz. Ezen az egyik legfontosabb eszközeink vannak, felszereléseink, nagyon korszerű felszerelések vannak, tényleg olyan mentéstechnikai eszközeink vannak, amelyek kapcsán most a traumatológiai tanszék is azt javasolt, hogy ők is ezeket átveszik, és cseréljük ki inkább a betegek, ne vegyük le a betegekre, hanem cseréljük ki inkább a traumállomásokon. Új eljárásrendjeink vannak, protokolljaink vannak, én a szakmában azt gondolom, hogy világszínvonalat képviselnek a bajtársaink. Hát béreket azt gondolom, hogy nem lehet többször is, vagy elégszer elmondani, hogy ezt mindenképpen talán emelni kéne, de azt gondolom, ezen nem vagyunk egyedül, nem a mi szektorunk az egyedüli szektor. Ezek a nagyon alacsonyan tartott bérek mennyire vonzóak a szakemberek számára, és hogy állunk egyáltalán humán erőforrással szakképzettség tekintetében? Nem nagyon. Vannak olyan településeink, ahova szeretnénk, vagy szerettünk volna felvenni dolgozókat, és hát hosszú ideig kellett keresni. Én azt tudom most mondani, hogy a megyében egyébként a szükséges létszámunk teljesen fel van töltve. Itt inkább például az országban, akár a Dunántúli határ közeli megyékben, ott talán nagyobb gond. Ez Budapesten talán nagyobb probléma a létszám, tehát kevésbé vonzó ez egyébként, ez a bér kapcsán, ez a munka, ugye ismerve azt, hogy mekkora felelősséggel, és hát akár tehát nagyon hosszú éjszakákon keresztüli folyamatos munkavégzéssel is jár ez, és hát ezért emberi életekben döntenek, akár 3-4 másodpercen belül kell döntéseket meghozni, nem egy nagy összegért a bajtársaimnak. Muszáj itt a beszélgetés végén megemlíteni azt, hogy azért nekünk magunknak is nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy megfelelő szolgáltatásban és megfelelő időben jussunk mentő szolgáltatáshoz. Mi az, amit nekünk kell tennünk? Hát az egyik legfontosabb talán az, hogy az 15 percen belül, és egyébként is a kérkezési idők nagyon fontos, hogy tudjuk már pontosan, hogy hova megyünk. Többször látjuk azt, hogy egyébként pár utcára a mentőállomástól nem tudunk kiírni 15 percen belül, mert nincs rendesen kitéve az utcanévtábla, bár a navigációs eszközeink elvisznek oda, de a házszámot azt hosszú ideig kell keresnünk, nem vár senki bennünket. Sajnos nagyon sok a vaklárma, a vakriasztás, nagyon sok energiánkat veszi le a indokolatlan telefonálás, nagyon sok millió kilométert összességében tesz az ki, hogy néhányan ezt taxinak használják a mentőszolgálatot. Van, aki csak be akar jönni a városba este bulizni, és kitalálnak valamit, és ezért bejönnek, majd eltűnnek a sürgősségi osztályról, vagy éppen vásárolni jönnek a Tescóba, és kitalálnak olyan butaságokat, amelyek kapcsán a mentőt ki kell küldenünk, hiszen tudják, hogy miért indul el a mentő, aztán kiderül, hogy nincs ilyen probléma. De azért azt látjuk, hogy a feladatainak egy jelentős része egyébként indokolatlan, nagyon régi hetek, hónapok óta fent álló betegségekkel, problémákkal a mentőszolgálatot hívják, nem a háziorvost, nem az ügyeletet, és elejtenek egy-két olyan mondatot, amely kapcsán felmerül az esélye annak, hogy ott lehet egy komolyabb probléma, a mentő kimegy, behozza, és gyakorlatilag teljesen feleslegesek a szállítások. Ez nagyon-nagyon sokat tudna levenni egyébként, azt gondolom a bajtársaságban. És azt gondolom, ez egy újabb feladat is lehet a mentőszolgálat számára, a lakosságnak a tájékoztatása és az ismeretterjesztés, hogy mi az, amikor indokolt mentőt hívni, és egyáltalán milyen problémával hová érdemes fordulni. Ezzel vagyunk. Dr. Pápai György, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én köszönöm, jó estét kívánok.